Szeretlek, fiam, ezt mondta az őrizetben lévő gyanúsított, amikor megérkezett a bíróságra. Az asszonynak feltehetően több rendbeli csalás, okirattal való visszaélés és magánlaksértés írható a számlájára. Elképesztő az egész. Az ügyben Zsoldos Erzsébet tett feljelentést a székesfehérvári rendőrkapitányságon. Állítása szerint ő több mint 5 millió forintot fizetett ki a gyanúsítottnak azért, hogy Abu Dhabiban egy személyi fejlesztéssel foglalkozó vállalkozást hozzanak létre. Ebből azonban semmi sem lett, ezért fordult az asszony a hatósághoz. Menjünk ki Abu Dhabiba, neki ott ismerettsége van, nekem tudásom van, rakjuk ezt a kettőt össze. Tehát én, mint trénerként, személyiségfejlesztő, coachként, személyi edzőként dolgozom. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan ág, ami hosszú távon tényleg nagyon sokat hozhat a konyhára. A fehérvári nyomozókat nő Török Bálinti lakásában szerdán tartottak házkutatást, miután a budaörsi rendőrkapitányság járőrei elfogták az 50 éves asszonyt. A gyanúsítottat őrizetbe vették az egyenruhások, a székesfehérvári törvényszék pedig 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte őt. Az asszonynak azóta két ügyvédje van, akikkel elmondásuk szerint régi az ismerettség, azt azonban a debreceni és a komáromi jogászok is száfolják, hogy eddigi kapcsolatuk szakmai lenne. A védők az ítélet ellen fellebbeztek, szerintük ugyanis a bűncselekményeket nem a Török Bálinti asszony követte el, hiszen ő maga is csak áldozat. Mi sem kaptuk meg a pénzünket, mert az állítólagos befektető vagy ígérgető eltűnt, nem lehet utolérni, és épp ezért szükséges az, hogy máshogy nem polgári jogi eljárásban megpróbáljuk visszaszerezni mi is a kint lévőségünket. A rendőrség szerdán felhívást adott ki, feltételezték ugyanis, hogy a nő többeket megkárosíthatott. A közzététel óta megnőtt azoknak a sértetteknek a száma, akiktől pénzt csalhatott ki az asszony.